néprajzos népről is elegyűjtő néptáncosnak a Szolidba együtteményének még szolidabb darabját láthatjuk. Ennek a kiállításnak a tematikája, illetve a címe az, hogy betűnek az volt a kérésünk, hogy olyan tárgyakkal jöjjön el hozzánk, olyan textileket, tárgyakat hozzon el, ami valamilyen írás található, hiszen nem csak üzenetek vannak ezek textileken, tárgyakon, hanem nagyon komoly szimbolikával is jár az, hogy milyen anyag, mivel a pincésben mondjuk milyen szöveget tettek bele. Az az igazság, hogy én nem vagyok néprajzos, úgyhogy nagyjából ennél többet nem tudok a kiállításról elmondani, viszont magáról az épületszárról annál többen. Ráadásul a kilejében ez volt Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya magánszobáinak az egyik elérhetősége, ahol mi feljöttünk. A másik ajtó, amit bent láttak, az a mostani házasságkötő teremben vezet, ami egykor a konyha volt. És onnan hozták föl, mint ide, mint pedig a tiszteremben később az ételeket. Ez, ahol most vagyunk, ez egyébként a Wintersbach család idejében a gyerekeknek, a hercegi gyerekeknek volt a játszótere, illetve a folyosó végén az ívnél egy karzat volt található, és az alatta lévő kápolnába lehetett letekinteni, illetve hallgatni a misét. Ez a 78-as felújítás után eltűnik, megszűnik ez a templomi rész, a kápolna rész. Büfé lesz belőle. Áldoztak, csak máshogy, meg máshogy. Mert más hovatójában van, és nagyon sok egyébként egészen 2020-ig büféként is funkcionáltak, sajnos Covid lehetetlenül az egyébként, hogy a büféket megtartsuk, de egyébként az ilyen abból érdekesség, hogy büfé régen nem volt. Nem, az akkor már 78-ban van visszaállítva. Ez az akkor így elég a most is a tiszteletben majd az éjfel tudják, hogy megnézhetjük az évvel.